Szép jó napot kívánunk minden kedves nézőnek itt a Rainbow Six csatornánkon. Ha hétfő vagy szerda, akkor European League forduló. Ez már a 8. mérkőzésnap, úgyhogy eléggé a vége felé járunk a Stage vannak, és ez az első állomásnak, első részének, eme versenynek. És ahogy a hétfői nap is megszokhattátok, Lesztlán és Edenby kommentálásában zajlik az egész nap. Szervusz Edenby, reméljük most minden internet probléma megoldódott, és itt vagy, nem tűnsz el. Igen. Nagyon jó. Üdvözlöm én is a kedves nézőket. Hát ahogy mondtad, ahogy felprezentáltad, a 8. fordulója jön már, az utolsó előtti fordulója itt a Stage vannak, és láthatjuk is, igazából is kezdődött az első mérkőzés. Természetesen ismételten az Oregonra megyünk, ami múlt héten a legkevésbé népszerű pályából szépen lassan a legnépszerűbb pályává nőtte ki magát itt az európai régiónak. Itt fogunk tehát kezdeni egy BDS Empire mérkőzéssel. Az Empire megnyerte magának a védőtér felett, ami az Európa Ligás statisztikák alapján annyira nem kedvező, de például más ligák alapján abszolút, úgyhogy kiderül hamarosan, hogy tudnak-e változtatni ezen a statisztikán, akár itt Európában. Maverick és Kali kerül ki elsőként, illetve másodikként, abszolút tipikus bannok erre a pályára, Kali kifejezetten. Pamai is kikerül. Hétfőn is ugyanígy kezdődtek a bantok, talán nem Maverick volt az első, de abban nem vagyok biztos, hogy a Kali van már egymás után jött, az biztos az első mérkőzésükön hétfőn. Igen. Valamint Echo még. A csapatok nagyon örültek neki, hogy Echo ki volt permázva gyakorlatilag a mérkőzésekről, az összes kompetitív meccsről. Hát most már nincs, viszont ezek szerint ők továbbra is úgy készültek, hogy Echo-val, illetve Echo ellen nem igazán szeretnének játszani. Pamai az egyik legnépszerűbb operátor volt Európában. Két fordulóval ezelőtti 50% fölötti pikrétje volt, hogyha jól emlékszem, most, hogy láthatátok, már 36-ra csökkent, mert az elmúlt két fordulóban majdnem minden mérkőzésen ő lett bannolva, és így azért elég brutálisan tud droppolni ilyen 7-8%-okat is. Látjuk, hogy fent fog kezdeni az Empire védőben. Egyébként ugye azt szerintem már mindenki tudja, aki otthon van egy kicsit így a kompetitív R6-ban, hogy egy teljesen orosz csapat játszik egy teljesen francia csapat ellen. A BDS jelenleg a tabella második fokán, és matematikailag bebiztosították a top 4-es pozíciójukat, amiről majd fogunk egy kicsit később beszélni. Ez ugye mini-major részvételt jelent, illetve hogyha nem lett volna vírus helyzet, akkor konkrétan major részvételt jelentett volna. Az Empire pedig küzd a kiesés ellen, egyre és egyre keményebben, jelenleg a 9. helyen állnak a 10-ből, ami azt jelenti, hogy osztályozót kell majd játszanak a Challenger League második helyével. Viszont lehet, hogy erre is kitérünk még egy kicsit később, mert pont az jutott eszembe adás előtt, hogy ezt nem tudom tökéletesen, hogy hogy működik. Úgyhogy fogtam magam, és megnyitottam a CGG-t, végigolvastam. És a helyzet az, hogyha ott jól van leírva, akkor gyakorlatilag én is jól tudtam. Viszont hogyha én jól tudtam, és az jól van leírva, akkor vagy nagyon-nagyon hibázik valami itt a logikában, vagy pedig lesz még egy pár meglepetés számunkra. És ezek a meglepetések nem lennék éppen a legkellemesebb meglepetések, akár számunkra, akár a csapatok számára sem. Úgyhogy igen, magyar vonatkozása is van ennek természetesen, ezért is fogok majd kitérni rá később. Most viszont akkor nézhetjük az első kört, ahol az Empire nem hoz semmi meglepőt igazából, Mira bent marad, de ezzel az operátorral nem élnek. Itt fent igazából használható, de közel sem mondanám egy must picknek, inkább lentre számítanék, hogy Mirát fognak játszani. Meg igazából a franciák felállásában sem látok semmi meglepőt, Thatcher végre hozható. Közben megelőzte Capitaot, és a mérkőzések több mint felén volt kitiltva. Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy a bandrétem megelőzte, úgyhogy már Thatcher minden a rend helyére állt idézőjelben, igen. Lehet így fogalmazni. Atiknál az egyik fan már be is robbant, vagy meetingnél? Meetingnél volt az, bocsánat, de lehet, hogy Atiknál is. Atiknél robbant igen. Már a Termite által, illetve elemz, akkor gondolom a túloldali falon dolgozik, igen, ahogy a szokás. Erget tudja is tolni a BDS, természetesen Shaiku az első bátor jelentkező, mint mindig, közben pedig Bridét hitelték le nagyon keményen. Always kapja a következő flashletikben. Az SMG-11-el azonban abszolút előnyben lesz ezen a rövid távolságon. Érkezik egy EMP és egy UAV jammert is kiszed. Shepard pedig trofi túloldaláról vár, gyakorlatilag már site-ról, viszont a trofiból érkező játékosokra vár. Bridé már bejutott a Diffuserrel bedroomba. És ott van Renshiro is majd a segítségére. Bridé eléggé low HP-n van. Már kapásból. Aztán ő is drónozni fog egy csöppet. Közben Shaiku is azért lopja a távolságot a Tick felől. Szépen lassan be fog ő is igen. Csordogálni. Na, az Impact trükk érkezik szokásosan. Ez érkezik bizony, és még működik is. Ezúttal
csöpörni az érdem. Láttuk azért múlt héten párszor, hogy közel sem olyan egyszerű ez a trükk, és nem is mindig akar működni teljesen tökéletesen. Most azonban egy picit szerencséje volt csöpörnek, illetve tökéletes tempóban és ívben dobta azt az impactot. Olmész fekve tartja a pozícióját továbbra is. A második impactrük nem jön össze csöpörnek sem, ahogy látjuk, úgyhogy elemz végül is be tud robbantani. Bridé nagyon-nagyon kevés HP, nem is feltétlen jó ötlet, hogyha ők ezzel lentelni, de igazából azt látjuk, hogy smoke nincsen, ez nem fenyegeti az ő életét. Közben pedig robban a második vulkánó, elemz pedig végez Scyther-rel. Na, Shaiko pozícióban viszont nem számított Always-re, aki egy más fejmagasságból érkezett, mint amire Shaiko tartott. Így jött össze végül is a kill az orosz support játékosnak, aztán pedig őt is át tudják lőni gameablakból. Az én egyik kedvenc pozícióm támadóban ezen a pályán, Rafael és Shepard tud lőni egyet-egyet ismét. Bridé pedig valóban injured-be kerül. Ajjaj, és most már csak joystick. Shepard-del is. Bridé is injured-ben van. Megvan a diffuser, de ezt nem tudják majd egyenlőre tenni. Ó, éppen hogy? Ah, pont időben elkezdi tenni, de hát érkezik. Joystick és el tudja lőni. Bridé pedig végig injured-ben volt, úgyhogy gyakorlatilag ez egy 1v1 volt. És végül megoldotta az orosz, úgyhogy megvan az első kör az Empire-nek. Igen. Egy joystick mozgása egy kicsit még lassúbb is volt, mint ahogy vártam, illetve hát 0 szekundomnál, mint hogyha nagyon-nagyon óvatosan jött volna fel a lépcsőn még így is. Talán nem tudott róla, hogy felkapták az injured játékost, mármint hogy nem kapták fel, pont ez a lényeg, hogy ő úgy gondolhatta, hogy talán felszedték, ugyanis ott feküdt ugye injured-ben vége a játékos, amit vagy le tudott infózni, Dan, hogy injured-be lőtte, vagy talán nem is tudott róla, elvégre ugye pontokat természetesen nem látjuk. És most látjuk a bizonyos six-picket, bár az egy kicsikét érdekes, és egy kicsikét bántja a szememet, hogy pont smoke helyett jön a Mira, de így tud lemenni az Empire basementbe, akinek ténylegesen nagyon-nagyon fontosak ezek a körök. Míg azért tegyük hozzá, ahogyan már említettem igazából az előző meccsen, a BDS-nek konkrét tétje igazából nincsen kifejezetten ennek a mérkőzésnek. Esetleg annyi, hogy az első helyen végezzék az alapszakasz, vagy a másodikon. Ha nehogy Isten minden összejön az ellenfeleknek, akkor akár még a harmadik helyre is lecsúszhatnak, de a lényeg az, hogy ugye az új lebonyolításban Pro League Finals-ök nem lettek volna már, helyette lettek volna Major-ök minden szezonban 16 csapattal, 4-4 csapattal régiónként, és ez azt jelenti, hogy a top 4 jut ki egyértelműen. Ez teljesen egyenes szisztem, nem úgy, mint az Invitational. Hát ami tétje lehet még egyébként ugye a pénzdíjazás, hogy legyen, meg legyen az ja, első, igen, illetve hát a Six Invitational globál pontok. Igen. Fontosak, úgyhogy valamennyi tétje, hogy te is mondtad, van, de azért a top 4 már biztos számukra, de igen. Nyilván kell a pénz. Tehát... És a top 4 meg úgy fog menni ugye a két elődöntő, illetve egy döntő, ami hát egyébként szintén lanos esemény lett volna, tehát nem lett az. Párizsban lett volna egyébként akárcsak a relegation mérkőzés. Így viszont online fog lejátszódni ez is, ahol az Empire helyett ugye a BDS, illetve a Rogue már biztos résztvevők, és a G2, illetve a Navi tűnik úgy még esélyesnek, de matematikai esélye a Temprának, illetve a Virtus Pro-nak is van. Úgyhogy ezt teszi különösen izgalmassá például a nap második, illetve harmadik mérkőzését. Közben lassan eltűnik az első perc. És igen, igazából arra akartam kiukadni, hogy a BDS azt biztosíthatná be, hogy gyakorlatilag, hogy az első vagy a második helyen végez, akkor a negyedik vagy harmadik helyezett csapattal játszhat, ami papíron azt jelenti, hogy talán egy picikét könnyebb lenne számukra az elődöntő, mint ellenkező esetben. A pénzdíjazáson kívül igazából ennyi tétje van, valamint a pontrendszerre valóban még ki tudunk térni egy kicsit később. Ott sincsenek egyébként egetverően nagy különbségek. 510 pontot kap az első, azt hiszem 395 a második, ez a legnagyobb különbség. Ezek után viszont ilyen 300, 275, 225 pontok következnek a 34. 5. helyen. A top 8 mind kap pontot. És itt közben megnézzük, hogy sikeres lesz az Electroclaw trükk. Talán pont sikeres lett volna, lekapta Shepard, viszont most visszadobja. Hát oda talán a sarkára az lehet tenni valamit. Azt hiszem leszette Bridének most már minden esetre, csak egy van, oda érkezik a második impact. És igazából keres kéne legyen a berobbantás. Igen, az elektronkó aktiválási ideje sokkal több, és az EMP valóban meg is tudja semmisíteni ezt. Így is Shepard nagyon sok időt el tudott húzni ezzel a káiddal. Eltelt viszont egy perc, és ezúttal Renshiro az, aki nagyon hites. Shaiko dobálja be az első flashbangeket, érkezik be egy breaching round is, egy kicsikét el lehet lepítve ezzel a Landry-val szemközti játékot. Ajaj, Renshirótól nagyon jó volt a gránát, és Dan az, aki válaszol erre.
És egyébként Csajk itt eléggé passzív volt, úgymond, illetve türelmes, inkább úgy fogalmaznék, azért próbált itt zajt kelteni, amíg a föntiek intézték közben a melót. Scyther végez az említett Sajkóval. 3-4-re, tehát Bridé kerül kevesebb, mint fél HP-re, és van info arról, hogy még egy játékos érkezik majd Laundry lépcsőről. Vele is végeznek az oroszok. Renshiro 1v4-ből 1v3-at kreál, de ő is meghal végül Freezerből. Always végez vele. Így 2-0 az oroszoknak. Jól kezdenek. Nem úgy, mint hétfőn a Secret ellen mondjuk. Pontosan, ugye például szeretjük azokat a statisztikákat is előhúzni, melyik csapat hányszor játszotta ezt a pályát és milyen eredményességgel. Hát az Empire egyszer játszotta, és jelenleg talán a legközelebbi riválisok a Secret ellen is vereséget szenvedtek, egy 7-4-es vereséget. Hát jelenleg azért természetesen a nemzetközi stáb is azt jósolta, hogy ez egy BDS győzelem lesz, viszont hogyha az Empire kezd védőként, akkor még egy 7-5-ös BDS meccs, hogyha pedig a BDS, akkor még egy 7-3-as körülbelül. Hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle, kicsömbbe és Dunningba kell menjen az Empire, ugyanis egymás után a két legjobb szájtot le tudták védeni méghozzá nagyon szépen, és hát a simán azért nem is, itt a második körben már bőven az ő oldalukra állt minden szerintem, és abszolút egy nagyon jó kört tudhatnak maguk mögött. Úgyhogy megnézhetjük most ezúttal a kicsön Dining-os setupot, ugye itt Európában ezt szokták játszani, még Észak-Amerikában például kicsön meetinges változat az, ami nagyon él. Mira nincsen itt sem, közben pedig látjuk, hogy a Six eSport nevezetű felhasználó, aki egyébként, hogyha jól tudom, egy francia vonatkozású eSport oldal Twitteren, viszont angolul posztol, úgyhogy megéri követni. Egy csomó érdekes statisztikát szoktak kirakni, úgyhogy ugye megszem nekem is be vannak követve. És egyébként, ha mástatok, akkor Bridé továbbra is a European League legjobb játékos, az 1.33-as ratingével, plusz 25-ös KD, soha nem entrizték le, viszont ő háromszor is entrizett. És aki talán közel van a túloldalt még ebben a listában, az mármint gondolok Imperial, a Scyther az, aki még itt van, 1.14-es ratinggel. Igen, igen, Scythernek volt az elmúlt fordulóban többször is egyébként kiemelkedő teljesítményát, sajnos egyedül az Empire színeiben, ahogy azt a statisztikák is visszaadják. Eltelik az első fél perc, és látjuk, hogy igazából a BDS drónozik ezúttal is. Méghozzá jelenleg Sight-ot, mint hogyha kicsikét kevésbé foglalkoztatná őket a fenti védelem, ami Joystick, illetve Always alakot, már pedig azért ők eléggé szétkapják fentről a padlót például, és ez elég tetemes előnyhöz juttatja őket. Megtörténhet a berobbantás elemz részéről, Always pedig meglövi az entry-t, Sajkó esik ki, fentről tud vele végezni a miút, és ha mással eddig nem is, akkor ezzel mindenféleképpen rákényszerítik az oroszok arra, hogy magukra húzzák a BDS-t, rákényszerítik a BDS-t arra, hogy rájuk menjenek gyakorlatilag odafent. Pontosan ezt akarják ők elérni, eltelt több mint egy perc. Flank drónokat csekkol közben elemz, bár egyébként Sajkó is ezt bőven meg tudja csinálni, és hogy gyanítom ez a szerepe innentől kezdve. Be is tud menni elemz szépen lassan, viszont hárman most már fent az oroszok. Joystick tudja picit lehitelni, Renshiro, Trafal drónzik a csapattársaknak odafent, és Dan pozíciáról tud infózni. Hát az ellen a hangtompító vektor ellen elég kevés esély van erre a pár méteres távolságra, és tökéletes ütemben tud elbújni, vagy ismételten előbújni Dan. A C4-jel végez végül is elemzzel. Etik, illetve a meeting felől a másik három francia. És itt se fent, se lenn, nem igazán tudnak mit kezdeni. Hoppá! Mi? Pont kilóg a fej, szép headshot Renshiro részéről. És meg még egy! Jézusom, Dan is kiesik Joystick után, és ott lapult még egy védekező játékos Always személyében, aki végül visszalövi a franciát. Úgyhogy ember hátrányban továbbra is a BDS 1 percnél. Hát a pörgésre nem lehet panasz, véleményem szerint, mert eléggé pörögnek az események. Egyértelműen. Ó, és Always. Nincs meg a frag Always-nek. És vissza tudja lőni őt, Rafal. Ez egy nagyon szép lövés egyébként. Lentről felfelé azért mindig egy kicsit hátrányban van az ember, píkül az Advantage-ről és hasonlókról nem is beszélve. Bár itt annyira még nem is volt jelen, igazából elég lassú volt a két játékos mozgása, de igazából ezzel együtt is Rafáltól egy hatalmas lövés volt. Bridé lövi be az ajtót, a Refuser nála van természetesen, be is drónozik kicsönbe. Rafál pedig egyelőre CC Holvayt tart, az alapkamera nem lett kilőve ugyan, de az őt még nem látja. Maestro itt van a Pixel Peak-kel, és Shepard meg is lövi a magáét. Ez pedig egy szinte lehetetlen szituáció Bridének, bár a headshot nagyon szép volt Shepardre, érkezik ki az utolsó canister Scythertől, és aztán Scyther el is tudja lőni Bridét. Az emlegetett játékosok egyik, illetve másik oldalról a legnagyobb kulcsemberek, végül is a Smoke ezúttal is helyén volt, és ezzel 3-0-ra vezet az Empire, kicsit mutatva
a korábbi formájukból, mondjuk akár egy évvel ezelőttről, amikor például még a régi Oregon az egyik main mapjuknak számított. Ugye emlegettük az Empire-nek a hétfői teljesítményt, hogy mit is alkottuk, ugye a Secret-től kikaptak, az akkor tegyünk említést a BDS meccsről, és ugye nekik volt hétfőn az utolsó mérkőzés a Tempra ellen, és ott, ha jól emlékszem, Konzulét volt a pálya, igen, Konzulét volt, zártunk, igen. És itt ki is emeltük mindig, hogy Bridé és Sajko talán ugye a két legerősebb játékosa a BDS-nek, és nagyon alul teljesítettek, és most is Bridé még nem találja szerintem úgy saját magát, ez volt az első frege termáltként, és Sajkót is folyamat leentrizik, úgyhogy egyelőre még nem tudták egy jobb formájukat mutatni, áthozni ide szerdára, úgy mint hétfőn. Igen. Ami egyébként egy további érdekesség az az, hogy az Empire kezdte a bandalás és kapásból kirakták ezt a Konzulétet, amit egyébként a BDS XL mit rólt egy papíron jóval gyengébb csapat ellen. Ezt a tweetet nem teljesen értem, gondolom, de ez a, volt az, aki panaszkodott, hogy sose kasztolt Oregont vagy valami hasonló. Na mindegy, a lényeg az, hogy az Empire vissza tud menni fentre egy tökéletes védőfél után, vagy egy tökéletes védő hármas után, amit szeretek nagyon kiemelni mindig. A hármas körjáték szokott megtörténni itt kompetitíven. Dan próbálkozik egy kis spawn pick-kel, Armory-ból, nem spawnol azonban senki frontról, BDS részről, inkább Construction felől érkeznek, ahogy látom. És látunk közben prediction-öket is. Egy Empire győzelmet jósolt az úr erre a mérkőzésre. Jelenleg úgy néz ki, hogy neki lesz igaza, bár természetesen 3-0-nál még kicsit korai ilyet kijelenteni, de mindenféleképpen nagyon meglepő és nagyon impresszív az Empire eddigi mutatványa, illetve hát mutatványnak nem is nevezném, de teljesítménye. Joystick kapott ezúttal elég sokat, és végül is el is tudják kapni. Eredményes drone munka, csapat munka, kommunikáció, elemző az, aki végül is végezni tud joystickkal. Talán bejárati ajtón keresztül Bridé tudta őt lehitelni, hogyha jól gondolom, de nem, Bridé nem kapott assistot, akkor Enshiro kell lesebezze, mert a többi játékosnak igazából nem lett assistja. Ismételt egy vertikális játék. Pff. Erre nem számított Sajko, igenis. Scyther az, aki végezni tud ezúttal vele is. Ellenző mindig kint van, Rafael pedig Small Tower, ja nem, bocsánat, kicsit megzavart az X-ray, ugye szinte lejjebb drónozik még. Azt hittem már itt van Small Tower mellett kint a drónja. Ne, itt volt. Igen. Hát én úgy gondoltam, hogy a nagy ablaknál ott kint a teraszon ja. Drónozgat még, de egy szinten lejjebb van. Mint később kiderült, és... Igen, most egy kicsit passzívabb lett a meccsképe, a BDS ugye drónozik, hát ha találnak még lent Empire játékost. Ugye fontos mindig hozzátenni, hogy a Scythe teljes egészen robbantható alulról, úgyhogy C4-gyel akár lent is szoktak játszani. Hát jelenleg fent van ugye Scythe-on mind a négy orosz játékos, aki még talpon van. Scythe, Ördán és Akvard egyértelműen tudnak nagy ablakra figyelni, hogy azt látjuk, úgyhogy onnan nem is lesz sok esélye Rafaléknak. Rensiro segíthetve fehér lépcsőről, és egy nagyon értékes crossfire-t fog tudni onnan tartani. Rafal kezdi járatni a defusert, és Dan C4-je az, ami végzetes számára. Elég volt csupán a közelbe hajtani, aztán pedig érkezik egy újabb kanister Scythe-től, meg tudta tartani mind a hármat, ami most nagyon jól fog jönni. Rensiro veszélyeztet fehér lépcsőről, de végül is nem akad be a kill egyik játékosa sem always végez vele. Bridé és Shepardot ugyan vissza tudja lőni, nem pedig mennek ízbe is a töltények, de végül is aztán always végez Bridével. Elemz egyedül három orosz játékossal szemben. A defuser pozícióját tudja, de az oroszok meg tudják az övét. Esetlegesen fehér lépcsőről lehet megpróbálni betolni ezt, de igazából esélytelen már elem számára. Megkapott egy újabb kenisztört is. Töltények mennek be, hát egy fejet elkap még. Hát ez ennyi. Igen. 4-0 a Team Empire-nek. És még le is lövik ráadásul. Always végez vele. És ahogy eddig említett, 4-0 az Empire-nek totális ellentétét mutatja annak a teljesítménynek, amit hétfőn produkált az orosz csapat. Sokkal jobban játszanak, a BDS pedig szenved. Tehát Sajko állandóan első frekként esik el, legyen szó bárkiről, aki leentrizi a túloldalról. És megjöhet egy basement védelem, jön a Mira is. Hát igen. Igazából főleg amikor támadásról van szó, de védőknél is akár az entrynek igazából mindig gyakorlatilag az a szerepe, hogy ő az entry, akár killelő, akár elhalálozó.
Igazából most azért egészen pontosan joystick halt elsőként a túloldali Anti, de aztán azonnal halt Shaiku is. Úgyhogy igen, igazából jót mondtál. Lent játszik az Empire ismételten, még egyszer szeretnék ezt a hármas végigjárni. Talán a strat is ugyanaz, hogyha jól látom. Érkezik Shepard részéről ezúttal is a Kaid, viszont Thatcher van, úgyhogy ez a hatch be lesz támadva továbbra is, viszont Shepard el tud húzni nagyon sok időt akár. És látjuk a BDS-t, hogy végre egy csapat itt Európában is előfordultak, itt nem a kék támadás, illetve nagy torony támadást erőltették, pont fordítva. Launit, illetve hűtőt toltak. Hát ennek ellenére magát a kört elbukták sajnos. Hát örülünk neki, hogy kicsit stratégiailag is változatosabb ez a mérkőzés. Itt 4-0-nál most már foggal körömmel kell ragaszkodjanak ahhoz a kettő körhöz, amit tudnak még nyerni. Közben megnézve az Empire felállását, kíváncsi vagyok, hogy Scyther hova fogja rakni a két Black Mirror-t. Gyanítom ugyanúgy Blue falra kerül mind a kettő, talán pedig egyébként Laundry-ba is megéri, de pont fordítva lehet kilőve a fal. Ja nem is, bocsánat, az egyik Freezer-re fog nézni, illetve akkor a másik Blue falra. De van rendkívül erőteljes pozíciók, ezek így is. És majdnem mindent látnak ezzel Mirával, ami fontos, ami érdekes még, hogy a nagy törőny felüli falat szofton hagyják, és ki is lövik egy kicsit. Ejha. Érkeznek. A franciák Shaiku drónját azonnal kilövik. Nyomják ezerrel a franciák. Elemz már úton meetingbe. Négyen is itt vannak Scython. Az oroszoktól. És nyílik is a hedge, amit említettél, mivel már próbálkozott egyszer a BDS. És pont be tudja szedni a Lemza hedge-et. Ugye az a hátránya az Escarios peleteknek itt a Kaiddal szemben, hogy azt már le lehet trükkölni, ugye az elektroklóval, viszont Rafael ezek szerint pont tökéletes időzítéssel tudta még kidobni az EMP-t, amivel aztán sikerült a trükk ellen megküzdeni és be is robbantani az electric hatchet. Nagyon fontos lépés lesz a BDS-nek, főleg azért, mert a kör felénél sem járunk még. Shaikun lesz például innentől kezdve a világ egyik szeme. Ő pusolna le nagy torony lépcsőről, ezt tartják többen is. Ahogy látom a körvonalakból, talán Joystick, illetve Always az, aki folyamatosan ezen a környéken ólálkodik. Dan kerül Incher-be most a Hibana által. A Hibana nem fogja tudni befejezni a killt, viszont talán felkapható lesz Dan. Nem, most mégis bepusa le, nem startja ezt Shepard. És aztán keresztbe próbál felezni Always. Azért Elemz is próbál minél jobban kijönni a szituációból. Dan pedig visszakúszni teljes egészében a fal mögé, úgyhogy itt már fel tudja őt szedni. Shepard mondta neki, hogy talpra katona. Igen, igen. Kevesebb, mint egy perc. Ketten jönnek épít felől. Még mindig. Elemz is eléggé low HP-ra került, ugye Shepard végig tartotta, amíg Elemz próbálta lefiniselni a mute-ot. És most ő kerül Injured-be, de őt nem tudják felszedni. Always végez vele. 40 másodperc. Nem jön ki a C4. Egyelőre Shaiku pedig fölmegy lépcsőről a kirobbantott hatchhez, és egyelőre próbálja elfékelni, talán hogy le akar ugrani, most igen, az ugrás már megtörténik. És Renshiro pedig végez Dannal végleg. Az Ash azonban meghal Always-nek köszönhetően, aki már duplánál jár. Majdnem azt hittem, hogy Always lőtt még egyet, de Scyther az, aki szintén a Vektorral tud fregelni. Esik Rafael, megint egy 1-1-es csere. És Bridé marad 1v3-ban Termite-ként. És igazából ezúttal is egy esélytelen szituáció van Bridének, az egyik legnagyobb Clutch Master, de azért egy ilyen szituáció még neki is túlságosan is nagy feladat lenne. Még a C4 kirepül rá, felrobbantani azonban nem tudja, elfekszik a Kair, úgyhogy igazából Bridének nincsen meg a késem. 5-0 ezzel a Team Empire-nek. Hatalmas pofont kap most a BDS, akik valóban nagyon durán bekezdtek itt az Oregonon, azonban a Rogue ellen elveszítettek egy mérkőzést, a legnagyobb riválisuk talán jelenleg a bajnoki címért folyó küzdelemben, és aztán pedig ugye x-elni tudtak a Temprával legutóbbi fordulóban, ami szintén nem az ő szájuk íze szerint alakult. Ezzel pedig következik az utolsó Empire kör, kicsönben, illetve Diningben. Azt azért nem merem gondolni, hogy 7-0-val tudna távozni a Team Empire, de hatalmas siker lenne számukra ez a győzelem, ezzel megelőznék a Vitality-t a 7. helyen. És igazából, hogyha ez a győzelem összejönne nekik, akkor matematikailag biztossá válna, hogy nem esnek ki a stage végén. Az a szabály ugyanis, hogy a 9. helyen végző csapat játszik, ahogy azt már említettem, egy osztályozott Challenger League másodikjával. Hát ez egy kicsit az a probléma, hogy a Challenger League el se kezdődött még.
nem hogy véget ért volna, hogy tudjuk ki a második. És nem csak, hogy el sem kezdődött, de fogalmunk nincs arról sem, hogy kik lesznek a csapatok, mert még a selejtezők be se lettek jelentve. És az új szabályozás szerint, ami hasonlít egy kicsit a hagyományos sportokhoz, minden nemzeti liga bajnoka bekerül a Challenger League-ben, ebből kiindulva az a logikus, hogy azután tud elkezdődni a Challenger League, miután minden nemzeti bajnokság lement, na most a francia az október elejéig tart, úgyhogy ezért voltam egy kicsikét gondban ezzel, hogy nem tudtam, hogy most akkor pontosan hogy lesz megoldva ez az egész, mert amit lehet olvasni például a CGG-n, illetve a hivatalos szabályokban, minden stage-nél eljátszódik ez, de... Hát nem tudom, ezek szerint szerintem Stage 2 után lesz egy összesített kieső inkább, de legalábbis én mindenféleképpen így tartanám logikusnak, mert hogyha nem így lenne, akkor 3-4 hónapig nem lenne European League egyáltalán. Nagy kiesés lenne ez a Ubisoft számára, úgyhogy ezért sem bízok ebben szerintem. Eltelik az első fél perc, és meg is van az entry, Elemz végez Dannal. Már, most hát láttunk már ilyet, hogy megvolt az entry a BDS-nek, de annak ellenére ugyanúgy Empire kör keletkezett belőle. Már is kirobban Asight-nak ez egyik fala. Igen. Shepard van Shower-ben. Dan ráadásul kulcspozícióból esik ki. Shepard és Scyther kellett kitolja a védelmet, de valamelyikük a kettő közül. Mert hogy egyértelműen egy kis toronyból pusol a BDS ezúttal is. Fedezék sincs nagyon, ami mögé lehetne rakni a defusert. A Shepard pozíciója az abszolút kulcs jelenleg fürdőben, neki kell túlélnie ezt minél tovább. De sem fekszik egyelőre, hát ha mondjuk esetleg lábat elkaphatna, a drón viszont megvan neki. Szépen lassan szorul a hurok az ő torka körül is, aztán pedig rárobbantanak. Micsoda? Nem, leszette az Impact leszette, nem? Impact volt? Igen, lehetséges. Dobott ki Impact-et Shepard, úgyhogy... Igen, Shepard Impact trükkölte akkor, illetve sikerül megint. Úgyhogy az utolsó adag peletje van ott talán Elemznek, és még az is lehet, hogy Shepard be tudja védeni a pozícióját annyi ideig, ameddig az kell. Pixel Peak-ről a kill nem jön össze egyelőre, viszont azért van még ideje bőven az orosz fiúnak erre. Na most, Free Fire érkezik. Egy perc sincsen már hátra. Joystick hites még, viszont a BDS szépen lassan tud csak előre haladni, illetve talán még a szépen lassan is túlzás, jelenleg egyáltalán nem. Scyther tud végezni Bridével ismételten, Shepard pozíciója pedig Basta nagyon mindent. Jó egyelőre védez is. Renshiroval és aztán Shaikoval is, mielőtt a Nade megölni őt, nem veszíti el a fejét, amikor látja, hogy biztosan meg fog halni már a Nade által. Van lélek jelenléte tartani a szöget is végezni Shaikoval is, ez pedig egy nagyon-nagyon profi megmozdulás most tőle. Rafael hal lépcsőről. Elemz marad 1v3-ban, 20 másodperccel a kör vége előtt, Scythernek van még kenisztőre, tudják a pozícióját, rengeteg szög nyílt rá gyakorlatilag. 6-0 a Team Empire-nek, Joystick végez Elemzzel. Hát ez egy másik Empire és egy másik BDS, igen, mint az, amit láttunk az első hét fordulóban. Kifordultak magukból, hol pozitív, hol negatív értelemben. Igen, igen, a csapatok igen. Elég masszívan, totálisan rácáfolnak arra, amit múltban mutattak. Egy kör választja el az Empire-t attól, hogy megnyerjék akár 7-0-ra mérkőzést, ami az első lenne a European League során. Az első 7-0, de nem hinném, hogy ezt a BDS olyan könnyen fogja majd adni. Ezzel viszont jelenleg elég rendesen fel fognak borulni a statisztikák szerintem itt az Európában. Biztos. Oregon win rate-je továbbra is 45% a védők számára, konkrétan ezek után a második a Consline 53-mal, Consulate 54-el és aztán 57-58-60 következik. Hát ezzel most igazából ki kéne számoljam, hogy pontosan mennyire alakulhatna, de ezt megvárom azért, hogy a CGG megtegye majd helyettem. A lényeg az, hogy például Észak-Amerikában ehhez képest Oregon ilyen 70% fölötti védők által nyert körökkel rendelkezik, ami egy brutális eltérés szerintem itt a régió között, de európai szépen lassan inkább ez igazodik. Látjuk még egyszer a replayt. Shepard biztosan tudja meg fog halni a négy által, viszont tartja pozíciót továbbra is, és Shaikoval is végezni tud. És mikább múlhat, hogyha egy picit tovább tartja a kézben a támadó a gránátot, akkor lehet, hogy még az est túléli. Kicsit később dobja rá a Maestro-ra a heget, akkor az est talán még túlélte volna a darát, de ez nem így alakult. Nem hoz mirát egyébként a BDS. Igen.
És közben pontosan azt állapítják meg a nézők is, amit mi. Ez az Empire leginkább arra hajz, ami mondjuk több mint egy évvel ezelőtt meg tudta nyerni a milánói Pro League döntőt, illetve majdnem egy évvel ezelőtt meg tudta nyerni a G2 ellen a Major döntőjét is. Érkezik a drónok ezúttal. Az Empire egyértelműen Blue Push-ra készül, ahogy látom. Beridéjék nem is játsszák be a kitolt stratot, bár Rafálnál ott van a Shield a Smoke-kal, illetve ott van például akár Jäger is, és látjuk a rota is meg lett csinálva, ennek ellenére sem tolják ki Blue-ra a védelmet, úgyhogy talán igazából el is tud jönni ide, és azért elég könnyen be is tudna robbantani, hogyha nem lenne mutolt Bridénél. Viszont meg kell kérni Olvész, hogy jöjjön szépen is egy ilyen bit, ha itt már rá arra a falra. Ezt megteszi, szíves örömes, viszont Elems az elektroklóval tud közbelépni. Na, nem, pont nem tud időben. A második adagot már meg fogja állítani. A berobbantás lábmagasságban megtörténik, és Always kilopta mind a három EMP-jét. Na mondjuk ez azért elég durva, mert innentől kezdve nem fog tudni bemenni az Empire site-ra azon a lyukon keresztül. Elektriket lehet tolni ezúttal, viszont nem tudom, hogy hogy dobta ki mind a három EMP-jét Always. Ezután most a BDS-nek van egy minimális előnye, már csak ilyen szempontból is erre a körre nézve. Kijön az első breaching round az estől, aztán jön a drónozás. 1.30 még van hátra, és fél HP van Elemz. Kiütik Morbid Wire-t. És kijön a második breaching round is majd, a vulkános shield robban fel ezáltal. Igen. Joystick pedig be is lövöldözik mögé, aztán pedig felmászik nagy torony lépcsőn, a flanket is figyeli. Hát flank egyelőre nincsen BDS oldalról, mind az öten lent vannak, Bridé nagy torony. Illetve nem is nagy torony, bocsánat, fő lépcsőre figyel a shotgunjából, Renshiroé az első headshot, Always eszük ki, és a fekvő Empire játékossal végül is nem tud végezni Renshiro. Ó, és viszont Scyther tud trédelni, pont az említett Renshiro-ra. Fal ismételten berobban, Elemz már csak 20 HP-n, vagy annál kevesebben is akár konkrétan. Igen. És Joystick, micsoda? Megjött egy Freezerből, Rafa tudja visszatrédelni, 30 másodperc. Közben Shaiko meglövi talán az első kijét a mérkőzésen, de remélhetőleg nem az egyetlent. Shepard, illetve Scyther. Shepard rakja a basic plant pozícióra, Kerisztor tökéletes rá. Viszont Scyther végez Rafállal, és Scyther végez Shaikóval is Bridén. Most kéne egy V2-t hozni a csapatért. Igazából az eddigi egyik legnehezebb szituációja lesz ez. A C4-et hajítja, az pont jó lesz talán. Igen, Injurebe kerül Shepard. Bridé! Megcsinálja a klácsot, Scytherrel is végezni tud. Előnyben volt azért Scyther, azt tegyük hozzá, ekkora távolságon ékogos fegyverrel, no-recoilos fegyverrel gyakorlatilag, de Bridé hozza azt, amire képes ő is, ami miatt azt szoktuk mondani, hogy a világ egyik legjobb játékosa. Úgyhogy ezzel egy újabb körbe tartja életben a BDS-t, az Empire garantált pontszerzése már megtörtént, meg igazából 0-6-ról nem is nagyon lehet felállni, ezt azért hozzátesszük őszintén. A BDS egy pár kört azért még gyűjt természetesen, remélhetőleg, de ez szerintem már eldőlt, hogy az Empire győzelme lesz, most is igazából Bridé volt, aki életben tartotta a BDS-t. Viszont így fel tudnak menni a franciák, Elemz pedig Kayt helyett hoz egy Valkyrit, ami nem tudom őszintén szóval, hogy fentre jó választása, igazából 50-50-nek mondanám talán, falat védő operátorai nincsen a BDS-nek, ellenben a Thatcher ott van az Empire-nél, szóval itt Joystick-tól egy majdnem bantep Elemzzel végzett. És ha már Valkyrie egyébként ugye ez a legtöbbet bannolt védő operátor. Igen. Itt az eventen. Nézzük a mostani tweetünket. Hát szép és jó. Ez nem fog összejönni sajnos, sőt ez biztosan nem fog összejönni, mert jelenleg a Rogue-nak jobb az egymás elleni mérlege is, ugye pont Oregon nyerte a Rogue 7-4-re talán, illetve ezzel együtt a körkülönbsége is biztosan jobb lesz. És igen, az Empire viszont fejlődik szépen lassan, pont ma láttam már egy halom mémet arról, ami azt figurázza, hogy szegény Empire mennyire összeesett az elmúlt fél évben. Közben a Battle Pass-es csármal villog egy kicsit Elemz. Nekem is szépen lassan talán összejön végre minden 45 szint. Mert azért még van hátra talán 8. De a lényeg az, hogy egyébként a megadott egy hónap bőven elég arra, hogy mindenkinek összejöjjön. Bent játszik a BTS ezúttal, és igazából itt ők sem nyúlnak mirához, sőt, ők lent sem tették. Érkezik még egy Black Eye Elemztől.
Ezt Dan végül is ki tudta lőni, hallotta gyanítom, illetve látta is a kirepülő kamerát. Meg is találta azt a hibánával Dan. Az Empire-nél egyébként Always, illetve Scyther a legkiemelkedőbb teljesítménnyel. Talán ők ketten azok, akik a legkevesebb hype-ot szokták csapni, kapni így a csapatból. A legkevésbé sztárok ők. Dan viszont most át tudja lőni a game ablakot és azon kívül Adams fejét is. Úgyhogy ezzel megszerzi a korai megnyugtató ember előnyét a Team Empire. A BDS-től pedig szerintem azt sem hinném, hogy elmenne bárki is rómolni. Inkább tartják a Scythe-ot, ahogy tudják. Ilyen vészhelyzet esetén ez jellemző általában a csapatokra. Joystick lent figyel egyelőre. Aztán pedig egy basic spotot lő ki. Talán még Volcano is volt ott, hogyha jól gondolom, meg is mutatja nekünk Medix. Így is van, hogy Volcano szed királyon síró elől. Le van szorulva innentől kezdve, sőt Joystick alá is tudna menni előni, úgyhogy meg lenne róla az információ. De lehetséges, hogy oda fog nézni csak úgy is Joystick, hát ha talál valamit, Renshiro figyeli egyébként az alatta elterülőjukat, de ezzel együtt is talán egy kicsit hátrányban van inkább ebből a pozícióban jelenleg szerintem. Scyther próbál felparkúrozni. Ugye olyan magasságból már, hogyha felugrik arra a szekrényre, akkor be tudja ütni a plafont, és nem szükséges bug-ot hozni erre a Scythera. Pedig egyébként pont ezért az a ritka Scythek egyik az, ahol bug még mindig egy kiváló operátor. De marad végül is Joystick a kill-ről, sőt, Renshiro csak egy kicsit tudja lehitelni. Most viszont összejön neki, keresztbe lőtték Renshirot, aztán ő végzett vele, hogy Rafál is kap egy hatalmas headshotot ezúttal a Joystick-tól. Ezt érdemli Joystick Scyther, hogy két ekkorát rak és hátba külön, és ez Shaiko még tovább kamatoztatja idézőjelben, Always-zal is végez. De még mindig ember előny az oroszoknál 30 másodpercnél. Shaiko a shield mögött. Etikben. Meg az első kenisztől, de nem alapra megy a defuser Shepard részéről, úgyhogy ez be sem talál. Lelakja a defusert. Shepard, Scyther pedig el tudja lőni Bridét is. Egyszerűen nem alapra rakta, hanem asztalra, nem számított erre a BDS. Shaiko. Hát igazából valami Shaikósat kéne előhúzni, hogyha meg akarnák nyerni ezt a kört. Az első kill megvan egyébként, ez szép volt Shepardra. További kettő van. Fehér lépcsőről biztosan tudnak, elvégre onnan végeztek Bridével is, méghozzá Scyther. De erre ebben sem biztos igazából Shaiko. Na, ott magában a második kill, Scyther hal. Úgyhogy jöhet a fake defuzolás Shaikótra. Kérdéses az, hogy ő is Dan mennyire tud timingolni. Ez nagyon jó, ezt nagyon jól csinálja Dan. Igen. Ezt meg fogja nyerni, így már nincs ideje. A franciának 7-1-re nyer az Empire. Jézusom. Hát ez egészen hihetetlen eredmény szerintem, nem hinném, hogy bárki is van, akár itt az egész kontinensen, vagy az egész földön, aki ezt a 7-1-et megtippelte volna most a Team Empire-nek. 7-1 volt a javából, amit a BDS jelentős gyűjtött, főleg a szezon első felében, viszont ez most nem nekik, hanem ellenük alakult. Közben látjuk a G2 egyenruhás Scythert még egyszer. És hát így ideiglenesen kikerülnek a veszélyzónából. Igen. Úgyhogy kicsit fellélegezhet az orosz csapat, nagyon fontos pontokat vesz el. Hát talán annyira fontos pontokat nem a BDS-től, de azért ez megint 3 ponttal kevesebb is, a Rogue-nak játszik ez konkrétan, hogy ők legyenek a csoport elsők. Ez volt tehát az első mérkőzésünk, még egyszer Empire BDS 7-1, a második összecsapásunkon jön a jelenlegi tabella első Rogue, illetve a Tempra. A pályát majd nyilvánvalóan a kezdéskor megtudjuk, hogy mi lesz, illetve talán már infunk is van róla, de nem akarjuk elszpoilerezni. Úgyhogy Rogue, Tempra, 15 perc szünet, és jövünk vissza.